Szokatlanul enyhe az időjárás, kinyíltak a hóvirágok, rügyeznek a fák, a bokrok. A szakemberek szerint most március elejé állapotokat produkálnak a növények. Ha ilyen enyhe maradna a tél, akkor hamarosan virágba borulnának az orgonabokrok is, amik általában május elején a középiskolai ballagások idején virágoznak. Ha beköszönt a fagy, akkor a rügyek, virágok elfagynak és óriási károk keletkeznek a természetben, de vannak praktikák, amelyekkel meg lehet védeni és óvni a virágokat, például avarral betakarni, ami egy melegítő védőréteget képez rajtuk. Hát az időjárás nagyon kedvező lenne, ha most nem tél lenne. Sajnos ez az őszi tavasz, ez egyáltalán nem kedvező. Ezek a növények, majd itt látjuk is később, hogy részben most még nem szenvednek, de valószínűleg az lesz a vég, hogy ennek komoly következményei lesznek. Megindult a netkeringés, tehát gyakorlatilag rügyeket látunk az orgonán, ugye már kinyílt a hóvirág, tehát gyakorlatilag komoly gondok lehetnek amennyiben. Ugye ebből egy komolyabb tél még lehet, és valószínű, hogy lesz is. Még olyan azért nem volt, hogy nem volt egy komolyabb tél, de ha később, még később jön a hideg, akkor még nagyobb gond lesz. Tehát gyümölcsfák is megindulhatnak, és akkor már nagy károk lehetnek. Mennyire általános januárban például hóvirágot látni? Volt máskor is hóvirág, volt olyan eset, amikor hó alatt indult meg, és úgy nyílt ki, letakarítottuk havat, illetve próbáltuk védeni, hogy azért ne fagyjon el, de volt már erre például, hogy volt hóvirág. De általában azért február szokott ennek a szezonja lenni. Hogyan lehet megmenteni a rügyező fákat, virágzó növényeket? Hát, nagyon nehezen lehetne megmenteni. Van olyan gyakorlat, hogy bemesszelik, egyébként is gyakorlat az, hogy bemesszelik a fa törzsét, hogy ne melegedjen föl nagyon, és ez a hő és illet ingadozás ez ne okozza nagy kárt benne, de azt hiszem, hogy az sem jelent teljes tökéletes megoldás, hiszen minden fát nem lehet bemesszelni. Hát sajnos, amelyik ez belerügyezik, vagy belevirágzik, az sajnos el is fagyhat. Na most az megint tragédia lehet, hogyha nem lesz hideg, akkor ugye sok károsító kártevő viszont nem szenvedi meg, nem pusztul el, és akkor egy nagyon kellemetlen tavaszunk és nyarunk várható a mezőgazdaságban. Milyen praktikákat javasol, hogyan mentsük meg a már kinyíló virágokat a fagyástól? Hát praktika van. Gyakorlatilag a takarás az egyetlen módszer, amelyiket említhetnék. Erre van példa tavasszal is, amikor a késő tavaszi fagyok ellen próbálunk védekezni, de most is meg tudjuk oldani azt, hogyha egy váratlan hideg lenne, és az szép hóvirág azért ne fagyjon el, közvetlen a virág, akkor betakarjuk avarral, vagy más egyébbel, ami megvédi egy kis levegő réteget. Biztosít, és ez alatt akkor átmentjük, hiszen a hagymája nem fog elfagyni, csak maga a virág és a levélzetnek egy része. Mennyire van most megzavarodva az időjárás? Hát eléggé meg van zavarodva. Mondom, hogy én egy pár növényt már néztem, itt van ott a kertemben baraszfa is, meg más is, azon még nem látszik, de egyébként nem valószínű, hogy ezek egy pár nap után esetleg nem indulnak meg. Egyébként egy ilyen ág vízben állítással lehet megállapítani, hogy milyen állapotban vannak, mert ha hamar megindul, bimbózik, rügyezik, akkor az már gondot jelent. Most milyen hónapnak megfelelően viselkednek a növények? Hát igazán még, mint mondottam az elején is, még igazából még majdnem, hogy ősz van, tehát inkább március elejének megfelelő időszak ez, amit itt most tapasztalunk. Mi az, amit itt láthatunk? És hát ez egy díszcserje, gyakorlatilag egy japán birsa, amelyik ugye itt a kertnek a, nem egyértelműen a dísze, de azért megtartjuk, mert nagy fákat nem akarunk itt telepíteni, hogy ne árnyékoljon sokat, és ez ugye egy kellemes nyáron is, ugye zöld egyébként. Na most ez mutatja azt, hogy milyen a telünk vagy tavaszunk, gyakorlatilag már virág van rajta, és ez egyáltalán nem lehet jellemző még ilyenkor. De hát mondjuk ez mondjuk nem egy nagy értéket képvisel, tehát ha valami fagykár éri, akkor sincs vele gond, mert majd kiheveri. De ha más növény ilyen állapotba kerül, akkor már drága lesz a piac. Itt tavasszal. Mellettem mi rügyezik?
Hát itt egy orgona van, ez is valamikor még egy szép, terjedelmes fa volt, de mindenféle betegség, szárazság és minden ugye, bántotta, és itt gyönyörűen lehet látni, hogy gyönyörűen duzzadtak a rügyek, ami szintén nem kellemes az orgonának sem, meg azt hiszem nekünk sem, amennyiben így marad továbbra is az idő. De ez már károsodhat egy erősebb hidegben is. És hogyha nem jön hideg, akkor ez ki is nyílhatna? Hát igen, ballagáskor szokott orgona virág lenni, ami május elején szokott lenni, de hamarabb ki fog nyílni. Hát ez egy hóvirág ágyásnak készült valamikor, lehet, hogy már 8 vagy 10 éve, és a maradék hóvirág még, amelyik itt látható benne, az kezd ugye vimbózni, sőt virágozni. Sőt, ha jól megnézzük, akkor ez itt mellette, ez már nárcisz, és ez különösen nagyon-nagyon korai még ennek, hogy ez most induljon. Tehát a hóvirág már hozta a bimbót, a virágot, de már a nárcisz is ez jön utána. Amennyiben most egy nagyobb hideg következne, akkor ezt a avart ezzel a longseprűvel itt ráhúzom a növényzetre, és akkor megpróbálom átmenteni a 1-2 fokos hideget. Egyébként is a meteorológia most jelez valami mínusz 5-6 fokot is éjszakára, és akkor ezzel a avar takaróval így meg tudom menteni, hogy ne fagyjon el a virág. Mit szóltok hozzá, hogy kinyíltak a hóvirágok? Hát jöttünk sétálni a kislányal, és nagyon meglepődtünk, hogy hóvirágok vannak még most is. És mit szólt hozzá a kislányod? Tetszik neki nagyon.